Néhány évvel ezelőtt úgy döntöttetek a családdal együtt, hogy Szolnok helyett Dörgicsén telepedtek le. Mi motivált téged ebben a döntésben? Hát elsősorban anyagiak motiváltak, mert ott Szolnokon nekem jó volt a műtermes lakás, főleg a műterem volt nagyon jó, de a műterem és a lakásbér, a gáz, víz, stb. Tehát különböző szolgáltatások, kifizetése gondot jelentett, mert nem volt megbízásom, és remény se volt rá. Lett volna eladó szobrom, amit felajánlottam a város önkormányzatnak, de akkor az ő anyagi helyzete nem engedte meg azt, hogy megvásárolják, és akkor rövid távon úgy nézett ki a dolog, hogy mivel megvan most már nekünk a dörgisei házunk, ami már lakhatóvá lett téve, hát akkor eljövünk ide, mert ez a milyen teljes egészében nem kell bért fizetni. A kertünk nyugodtabb, mint a művésztelep kertje, mert az átjárás történt, egy ebédet nem lehet elfogyasztani a teraszon, mert szánkban éztek, szóval itt nyugodtabb, szebb környezetben vagyunk, olcsóbb az életünk. Ez volt a motivum. Amióta itt vagy, úgy azért szoktál Szolnokra gondolni? Szoktam. És mi minden jut eszedbe? Hát ott töltött évtizedekről, mert azért hány évtized volt a Hát 40 év volt. 40 év volt. És mi a jó, amire visszaemlékszel? Hát én nekem az volt a jó, hogy azért mindig akadt a városvezetői közül olyan, aki pártolóan gondolt rám, és tevőlegesen is. És én ezért hálás vagyok attól függetlenül, hogy milyen volt az illetőnek a politikai állásfoglalása. Rájuk vicsorítom a képen, értsék, hogy akarják. Hülyék mutatok! Szégyeljék magukat, ha bűnik! Te nekünk mutatod ezt a fügét? Hát, fügét azt mutatom! Ah, jó, nekünk mutatod ezt a fügét? Ezeket mindenki elmenni. Elég! Itt van!
nagyon szép szoborparkot csináltál. Milyen szisztéma alapján állítottad össze? Ami éppen volt, és ahogy esett, úgy kifagy. Aztán később már lehetett cserélgetni ezt ide, azt oda. De idő kell, meg szobor. És akik ide látogatnak, mit szólnak hozzá, mi a vélemény? Hát ez a vendégkönyvben be van írva. Három vendégkönyvet szolgatunk már el. De, hogy mit mondjak, csak dicsérnek, mert hát úgy is illik, hogy ezt dicsérjük az emberek, de na, nem akarok hentegni. Hát túl vagy a 80. évtizeden. Úgy bizony. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon alkalmas időpont arra, hogy az ember összefoglalja, hogy mit is akartam én, hogyan is akartam, és hogyan sikerült mindazt, amit akartam megvalósítani. Hogyan tudnád te summázni azt, amit a szobrászatban csináltál 50-60 év alatt? Nem kell a tükörben érjen és ráköpni, mert amit én elhatároztam, azt ha nem is maradéktalanul, de azt igyekszem megvalósítani. Nekem az elsődleges az volt, hogy olyan szobrot csináljak, ami közérthető, amit a csecsemőtől az aggasztjáról megért. Ez mai napig így van. Aztán hát a magyarságomat nem tagadom, bennem hirdetem, nem már mellöngetve, de hirdetem. És hogyha kell, vitába szállok valakivel, ha nem vagyunk egy hiten ezért a téren.